Ma új szintre lép a csatorna. Na sziasztok, az én nevemben és srácok, illetve lányok. A mai napon karácsonyi játékokkal fogunk foglalkozni, 23-a van, éppen ezért... Úgy is tudod. Mivel 23-a van, ezért ezzel illik foglalkozni. Aztán lehet holnap játszunk a Doom-mal is. Az első játékunk neve a Christmas Tree Decoration. Díszítsük fel ezt a szép fenyőfát, kell egy harang, a csillagot a tetejére raknám én a fának, mindenképpen. Kell sok Rudolf. Uram Isten gyerekek, egy egész szénszarvas. Ó, Isten, még csak az a videó eleje. Na szóval nem szénszarvas, hanem rénszarvas. Ez mi? Torta? Ez egy gyertya akar lenni. Mondjuk ez elég inkább egy tortához hasonlít. Mi van még itt, ami használható? Büdös zakni. Még egy büdös zakni. Következő játék. Következő játék a Slenderman Winter Edition. Ez a karácsonyi. Kimondottan karácsonyi. Na, ebben a játékban az a lényeg, hogy igazából én félek. Super Santa Shooter. Jó. Első. Egy szánon vagyunk. Ja, megvan, hogy a Mikulás Rudolfnak be kell pattintani a keménybe. Szerintem ez ötletes. Nem kell ezt komolyan venni. Ez olyan kis vicces, szerintem. Pattanj be! Az jó. Hú, várjál, ezt nem pattanósan kéne, nem? Oh, oh, oh! Várjál! Dobozok választanak el minket. Kicsit amúgy nekem ez a Flappy Birdhoz hasonlít ez a játék. Rudolf télapókat rakétázik. Ez mi? Ez mi akar lenni? Gyerekek, kezdenek elszabadulni a Mikulások idén. Folynak ki! De hülye vagyok, miért nem fentről megyek? Ja, mert... Várjál, fentről! Ja, oh, oh! Várjál, azt a... Ez mi volt? Azt a gömböt kéne valahogy... Menj már! Jó, bum! És egy... Jó, kettesbe ment. Szerintem a következő játék. Wow. Gyerekek, karácsonyi játékokkal játszunk, de az egyik félelmetesebb, mint a másik. Build your army now and fight off all 30 waves. 30 hullám van? Jó. Akkor kezdjük egy ilyen gombával. Ezt meg egészen értem. Én vagyok a házikóval, és nekem kell lövöldözni. Menjen. Oh, oh, oh. Gyors, lőd. Gyerekek, Christmas invasion van. Christmas invasion. Harcra fel! Ezek az igazi karácsonyi játékok. Ez ott az első szint. Várjál. Nem jó. Ja, hogy azok is lőnek. Ez viszont izgalmas. Ez jó. Én az ilyeneket régen csiptem. Mindig az iskolában játszottam az óra alatt ezekkel. Rakunk egy karácsonyfát nekik. Karácsonyfa mit tud? Rakunk még egyet. Még egyet. Jó, én nem is csinálok semmit. Pedig én 3 fokozatot nyomtam be. Következő játék. Ez idáig jól néz ki. Karácsony ajándékok. Lássuk, mi az első? Vágd el a kötelet. Elvágtam. Mikulás le... Jó, elemezzük. A télapó... 3 kis cérnám van. És van egy portálunk. És valahogy a cérnákat el kell vágni. A télapó megfogja a rakétát. Hova mész? Elvágjuk ezt a cérnát, meg ezt. Megfogja a rakétát, után csinál. Ne! Télapó! Gondolkodj. Várjál viszont, hogyha ezt nem vágom el, hanem csak ezt a kettőt, akkor télapó leesik, megfogja a rakétát, viszont az a madzag nem fogja tovább engedni.
Ti meg mindenki örültök. Retro Ball Christmas. Ez nagyon jó, ezt én nagyon-nagyon szerettem. Volt régen egy játék, nem tudom már, hogy pontosan mi volt a neve, és ott is az összes ilyen kis kockát, vagy gömböt, vagy nem tudom mit ki lehetett pukkasztani a labdával, de közben lehetett upgrade-elni a mi kis deszkánkat alul, az lehetett egyre nagyobb, tudott közben lőni, meg minden. Miközben van a karácsonyhoz? Nyomd a like, iratkozzál fel! Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok! Hey!